Eszmél a táj, a zsengelevél parány csecsemő, napfény csókját kereső, mint a virág a rőtavarból előszökkeni. Szavaztam. Életigenlő a körtefa, nekem a természet csoda, a föld legszentebb templom, hol halkan csobbanva dúdol a patak, a karcsú bükkfák gótikus hívei alatt. A suhanó víz habzó gyöngyei bámulom, míg a vízesé szó, mint az imamalom. S e titkok rejtett csengében én, Isten régóta keresem, észre sem veszem, hogy összekulcsolva kezem, imádkozni kezdtem. Tisztelt jelenlévő, kedves vendége, fellépő! A közelmúltban elhunyt Sabó Tarjáni F. Csaba Mária tavasz a Gorka vízesésnél című versével és Foglar Gábor előadásával a felvidéki himnusszal köszöntök mindenkit a Csemadok Álmágy Alapszervezete nevében. Számomra kimondottan nagy öröm, hogy az Álmágyi Gorka völgyi hagyományőrző ünnepség idén már a 4. évfolyamához érkezett. A hagyományok útján járni felelősség. Egy település, ahol a magyar nyelvet beszélik, véleményem szerint még nem feltétlenül magyar. Ha nincs ott ember, aki magyar meséket mesélne a gyermekének, aki ismerné és formálná a magyar népdalokat, aki magyar szancot taníthatna a fiataloknak, aki ismerné régi szokásainkat, a magyar nép történelmét, az előző generációk élettapasztalatát, akkor nincs, ami igazából magyarnak tenni. Kodály mondta annak idején, hogy ha valaki úgy nő fel, hogy nem ismeri meg a régi gyermekjátékokat, akkor az annyival is kevésbé magyar. Ha nem ismeri a magyar zene és tánckultúrát, akkor elvesztette magyar lelkét. Szerintem ez az ünnepség egyik bizonyítéka annak, hogy községünkben, a környező falvakban és a távolabbi településeken, ahonnan az idén érkeztek kedves vendégfellépőink, akik ez idáig még nem voltak ennek a rendezvénynek a szereplői, még nagyon sokan nem vesztettük el a magyar életünket. A 4. Gorka völgyi hagyományőrző ünnepséget megnyitom. Ha kicsit valós is ez a mai délután, én kellemes, élményekben gazdag délután jó szórakozást kívánok mindenkinek. Mielőtt első fellépünk a színpadra lép, engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Kovács Szilárdot, testvértelepülésünk Hangony polgármesterét, dr. Agyós Józsefet, Sargó Tarjáni fotóművész barátunkat, Eger Szalóki vendégeinket, a sajtó képviseletében Mede Gézát, Ádám Zsoltot, a Csemadok Péter Falai Alapszervezetének elnökét, Agócs Pétert, a helyi alapiskola igazgatója, és nem utolsó sorban községünk polgármesterét, Agócs Gyula. Még el kell, hogy mondjam, hogy a mai rendezvényt a Szlovák Köztársaság kormányhivatala és Almagy község polgármestere támogatta. Természetesen minden magánszemélynek köszönettel tartozom, aki bármilyen módon segített, hogy az ünnepség létrejöjjön. És akkor kezdődjön is az első rész. Elsőként a helyi óvodások kedveskednek nekünk. Ők is látogatják az iskola mellett működő Heuréka Magán Művészeti Alapiskola. Lássuk, mit tanultak eddig. Ahogy ezt már a bevezetőben is említettem, az idei ünnepség olyan csoportoknak is ad fellépési lehetőséget, akiket még nem láttunk rendezvényünkön, az Almágyi színpadon. Egyikük a Rozmarin nyugdíjas éneklőcsoport Ragyolcról, akik 1974-ben alakultak. Jelenlegi vezetőjük György Erzsébet, művészeti vezetőjük Koronci Eszter. És ezúton szeretném megköszönni a közreműködést, hogy én a csoportra találtam volna a Zsuzsának.
Tóth Nikoletta és Kós Réka helye alapiskola 7. tanulói. A Hallottad-e hírét népdalverseny rendszeres, sikeres résztvevői. Ma Palóc népdalokat hallunk előadásukban. Az első rész a Tajki Menyecskék zárja. Az asszonykórus 2015. január közepén alakult. A fiatal nőkből alakult társaság úgy gondolta, hogy énekszeretetük révén alapítanak egy női kórus. Mivel Tajkin nagyanyai idejében alakultak az első csoportok, szerették volna újraéleszteni és továbbvinni ezt a hagyományt. A kórust 6 menyecske alkotja, akik a tajki hagyományokhoz megfelelően viselik a népviseletet, megéneklik népszokásaikat, életüket, hagyományokat. Ezzel a fellépésükkel szeretnék bemutatni vidékük szépségeit, és újra hagyományt teremteni tajki községnek. Fogadják őket szeretettel!